Énekkel, gyümölcsel, Mikulás csomaggal ajándékozták meg az Egri Eszterházy Károly Egyetemi Lelkészség fiataljai a hajléktalanokat. Az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészségnek volt egy hagyománya, amit mi most megtörtünk. Ez a hagyomány abban állt, amit nagyon sok iskolában láthatunk különböző osztályokban, például ifjúsági hittanosaimmal én is csinálom ezt. Kihúzzuk egymás nevét, veszünk egymásnak 1000-2000 forint értékben valamilyen ajándékot, Mikulás csomagot, és megajándékozzuk a másikat. És most, amikor véget ért az irgalmasság rendkívüli szent éve, akkor úgy nagyon sokat gondolkodtunk, hogy bezártuk az irgalmasság kapuit, véget ért ez a szent év, amit meghirdetett Ferenc pápa, de hát nem lehet vége az irgalmasságnak, hanem most kell elindulni, és most kell úgy tettekké váltani azt, amit egy éven keresztül nagyon szépen hallottunk elméletbe, és föltettük a kérdést, hogy hogyan érhetjük el a legszegényebbek legszegényebbjeit, és így akadtunk rá erre a hajléktalan szállóra, erre a gondozóházra, ahová most eljöttem a egyetemistáimmal, a lelkészségnek a tagjaival, készítettünk Mikulás csomagokat, először is gyűjtöttünk rá, hogy legyen egy anyagi forrás, egyrészt a diákok, másodrészt én magam, harmadrészt pedig néhány barátom vállalkozó is besegített ebbe, hogy elkészítsük ezeket a csomagokat, gyümölcsöket, amit hoztunk, és hát eljöttünk a hajléktalanokhoz, hogy megéljük a találkozás örömét. Az ajándékozás a fiatalok számára is nagy lelki élményt jelentett. Hát élhettük az ajándékozásnak az örömét, illetve, hogy felépíthettük a találkozásnak az örömét, lebontva a közömbösségnek a falait. És hát különösen ez így karácsony előtt szerintem nagyon pozitív volt, és nagyon nagy lelki pluszt adott az a résztvevőknek. A hajléktalanok gondozóházába az a hajléktalan kerülhet be, aki önmaga ellátására csak részben vagy egyáltalán nem képes. A jelenlegi 28 gondozott többsége ápolásra szorul, mozgáskorlátozott. Az ünnepeket ők is nagyon várják. Nekik az a legfontosabb, hogy érezzék, hogy egy közösséghez tartoznak. És ez a legfőbb céluk, hogy ezt éreztessük velük, hogy tartoznak valahová. És akkor nem elég a szemükbe nézni, elég az arcukra nézni. Akkor látjuk, hogy elértük, amit el szerettünk volna. És a szeretet az sugárzik róluk. Fülecki István egyetemi lelkész adventben a találkozás, ajándékozás lehetőségét tartja az egyik legfontosabb dolognak. Mikor én a saját magam adventi útjára ráléptem, akkor egy humoros történettel kezdtem a prédikációt a híveimnek, meg magamban is ez van, és én most ezt elmondtam itt a hajléktalanoknak is, akikkel találkoztunk. Ez szerint, a történet szerint a székely öreg bácsit megkérdezik kutatók egy csoportja, hogy nagyon nem tudják eldönteni azt a nagy problémát, segítsen nekik, hogy vajon isznak-e a halak vizet. És miután ő gondolkodik, akkor azt mondja, hogy nem tudom, hogy isznak-e, de hogy alkalmuk van rá, az biztos. Én nem tudom, hogy advent során megtérünk-e, de hogy alkalmunk lesz rá, az biztos. Én nem tudom, hogy advent során, hogy karácsony során minden embernek megnyílik-e a szíve a rászorulók iránt, de hogy alkalma mindenkinek van rá, az biztos. Mi megpróbáltunk most megmutatni, hogy hogyan lehetünk irgalmasok, hogyan tudjuk a szavainkat a tetteinkhez irányítani, és tényleg jót tenni a másikkal, mert amikor ránéztem ezekre az emberekre, a lecsorduló könycseppekre, a mosolygó arcokra, utána pedig ránéztem a diákokra, és ugyanezt láttam bennük, akkor a kettőben tényleg ott volt a találkozás öröme. A lelkészség jövőre is szervez hasonló jótékonysági akciót. Áldott szép ünnepeket kívánok! Minden jót!